Hogyha valaki felcsapja a MotoGP legendák csarnokának névsorát, rengeteg híres, de több kifejezetten kevesek által ismert pilótával találkozhat. Jarno Saarinen alig, hanem az utóbbi csoportba tartozik, mégis hogy lehet valaki MotoGP legenda egyetlen 250 köbcentis bajnoki címmel, és mindössze 3 darab 500 köbcentis futammal a háta mögött. Nos, az elmúlt hétvégéről ismét kiesett a finn nagydíj, és ez tökéletes pornodú szolgál arra, hogy az északiak legzseniálisabb versenyzőjét valamivel jobban megismerjük. Jarno Saarinen 1945. december 11-én született Dél-Finnország szívében, Turkuban. Korának legnagyobb éjhoz hasonlóan a motorokat nem csak ülte, hanem kívülbelül jól ismerte, mi több, Jarno még a szokásosnál is mélyebb tudással rendelkezett a témáról. 15 évesen már az osztrák Puch gyártó motorkerékpárjait és mopedjeit szerelte és szervizelte a szülővárosába kihelyezett telepen. Természetesen már abban az évben versenyszerűen is két kerékre pattant, de pályamotorozás mellett inkább a jégen és füvön rendezett versenyek lettek a specialitásai, nem is volna igazi skandináv, ha nem tölt el pár évet fagyos terepeken. A jégmotorozás annyira jól ment neki, hogy 1965-ben meg is nyerte hazája 250 köbcentis bajnokságát. Innentől aztán abszolút elkezdett a pályaversenyzés felé kacsingatni, további 3 évet kellett viszont várni a első világbajnoki szabadkártyás lehetőségére, ahol természetesen egy Puch nyergében vehetett részt a finn nagydíj 125 köbcentis versenyén. Egy 11. helyjel és az élmenő Reed mögött 3 körös lemaradással mutatkozott be, így a következő esztendőben ismét belföldi versenyeken kellett csiszolgatni a tudását. 1969-ben aztán meg is nyert mindent, amit otthon lehetett, elhudítva a 125 és a 250 köbcentis koronát a finn bajnokságban, mindezt úgy, hogy időközben szerelői pozícióban is kénytelen volt díszelegni, önnön motorja mellett. Az első teljes szezonját 1970-ben futhatta, de igencsak kacifántos a története. A 250 köbcentis kategóriába indult, továbbra is önmaga szerelői csapataként, de az induláshoz pénzt kellett teremtenie. Hosszú veszőfutás után végül 3 banktól is kapott támogatást, az egyetlen bibi az volt, hogy a pénzt nem versenyzésre, hanem egyetemi tanulmányaira kapta. Magától értetődő hát, hogy nagyjából mindent a motorozásra költött, 4. helyen zárta az évet, mert az utolsó 3 futamot kihagyta, mégiscsak le kellett diplomáznia gyorsan a turkui alkalmazott tudományok intézetében. Ez a 71 szezon viszont lefektette Saarinen számára az alapokat, hogy legyen ennek az álomnak folytatása is. Az Arvizo Yamaha szavazott neki bizalmat 1971-re, és egyből 2 kategóriában, 250 és 350 köbcentiben is elindította. A finn nem okozott csalódást, első befejezett évét egy bajnoki 3. és egy bajnoki 2. helyen zárta, Agostini mögött pedig alig ha volt szégyelni való az ezüstérem. Kiemelendő továbbá az is, hogy a spanyol nagydíjon még az 50 köbcentis futamon is részt vett és 2. helyen ért célba. Röviddel utána 250 köbcentiben pedig elsőként intették le, ami így igazi erődemonstráció volt. Ha 1970 megalapozta a következő évet, akkor 1971 a komplett karrierét indította el. Ilyen eredmények mellett ugyanis a Yamaha hip-hop félgyári motorra ültette a 2-szeres összetett dobogóst. Teljesen gyári csapatként nem képviselték magukat, de kifejezetten jó technikákat adtak a versenyzőik alá. Saarinen további előrelépéséhez végül kellett az is, hogy Barry Sheen elégedetlen legyen a hangvillások 1972-re szánt 250 köbcentisével, majd a szezon közepén meg is sérüljön, és a finn örökölje az első számú járgányt. Saarinent 4. rosszabb pozícióban eladig sem intette le a kockás zászló, a szezon 2. felére megörökölt motorral viszont igazán verhetetlen lett, az utolsó 5 futamból 4-en is diadalmaskodott. Kellett is ez a hajrá, mert így sikerült Rodney Gouldot 6, Renzo Pasolinit pedig egyetlen egy ponttal maga mögé utasítania, és megszerezni a 250 köbcentis világbajnoki címet. A 350-eseknél ismét csak Agostini tudott fölé kerekedni, 11 ponttal maradt le a finn, de 3 futamot is nyert, többek között óriási csatában legyőzve az olasz legendát, a Nürburgringi futamon. A Saarinen által mutatott fenyegetés olyan nagy volt, hogy a hosszú évek óta domináns MV Agusta egy vadi új 350 köbcentis járgányt volt kénytelen Agostini alá tenni, hogy pozícióban maradhasson. 1973-nak Saarinen úgy nézett elébe, hogy most már aztán tényleg ideje van a tronfosztásnak.
Na meg annak, hogy felléphessen az 500 köbcentibe, és 3 év szerelősködés után végre kizárólag a versenyzésre koncentrálhasson. Ha pedig ezt a Yamaha nem adja meg neki, akkor vannak ám más csapatok is. Egy titkos modenai teszten kipróbálta a Benelli 350-es és 500-as gépeit, egy pezárói versenyen pedig élesben is húzta rajtuk a gázt, mindkét alkalommal legyőzve Agostinit. A Yamaha azonban valahogy mégis vissza tudta csábítani a kis híján elszalasztott aranytojás tojótyúkját, megadta Sarinennek, amit kért, teljes gyári támogatást és az 500 köbcentis indulást. Az új YZR 500-assal a hangvilások egyértelműen az MV 16 esztendős uralmának megdöntését tűzték ki célul. 1973-nak végül úgy vágott neki a finn, hogy az 500 mellett a 250-es kategóriát vette még nyakába, címvédőként ez szinte kötelessége volt. Álomszerűen indult az év. Már az előszezonban látszott, hogy itt valami hihetetlen dolog van készülőben. Első európaiként megnyerte az akkoriban legendás Daytona 200-ast, majd a szintén nem kis névvel rendelkező Imolai 200-ast is, mindezt a Yamaha TZ350-es gépével több 750 köbcentis ellenféllel szemben. Az évadnyitó francia nagydíjon egyből megnyerte nem csak a 250-es, de az 500-as versenyt is, utóbbit mintegy 16 másodperccel az Augustán belül éppen jobb pozícióban levő Reed előtt. Nem álltunk meg, a Schwarzburgringen is dupla győzelem következett, a harmadik duplát pedig csupán az akadályozta meg, hogy éppen Reedre vadászva leszakadt a Yamaha lánca. A negyedik helyszínt, ami ekkor még az Isle of Man volt, a mezőny legnagyobb része bojkottálta, köztük Sarinen is. Mivel a legjobb versenyzők nem vettek részt a TT-n, a bajnokság sem lett cifrább, Olaszországban 3, illetve 2 győzelemmel, valamint mindkét bajnokság éllovasaként érkezett a hihetetlen formában versenyző finn. Monza. Az acélkorlátokkal szegélyezett, iszonyatos sebességeket hozó életveszély. Főleg, hogy a már meglévő Curva Grande és Bielone előtti sikánokat a FIM nem használta, így még nagyobb volt a tempó. A verseny előtt Sarinen jelezte is aggodalmait a korlátokat és a sebességet illetően, de süket fülekre talált. A 250 köbcentis futamon aztán be is következett a tragédia. Rögtön az első körben Pasolini motorja kihagyott egy pillanatra, blokkolta a hátsó tengelyt és azonnal falhoz vágta. Semmi esélye nem volt a túlélésre. Ahogy a mögötte motorozó Sarinennek sem, akit Pasolini visszapattanó motorja olyan erővel csapott fejbe, hogy a sisakja is lerepült, és azonnal életét vesztette. További 12 motoros futott bele a katasztrófába, akik nagyon súlyos sérülésekkel, de legalább élve távozhattak. Az 500 köbcentis futamot törölték. Nem egy pilóta döntött úgy, hogy az eset után soha többet nem ül versenymotorra. 40 nappal később az olasz junior szériában még 3-an vesztették életüket ugyanott. A monzai futam után egy hónappal a komplett világbajnoki mezőny bojkottálta a szintén pokoli veszélyes jugoszláv futamot. És csak hogy egyértelmű legyen, még ez sem volt elég ahhoz, hogy a FIM döntő módon belenyúljon a biztonságba, és az utcai jellegű vagy éppen nulla bukótéren rendelkező pályák helyett a maihoz hasonlókra váltson. Nem, ezek a halálesetek kevesek voltak. Az kellett hozzá, hogy Kenny Roberts vezetésével 1979-ben több élversenyző új liga alapításába fogjon. A kezdeményezés bedőlt ugyan, de kellően ráijesztett a szövetségre, akik a versenyzőkkel összeülve végre tényleg előtérbe helyezték a biztonságot. Jarno Sarinen sohasem mutathatta meg, mire lett volna képes. Kis híján az összes lehetséges 500 köbcentis versenyt megnyerte, a 250-es bajnokságban pedig úgy is negyedik lett, hogy a szezonból még 6 futam hátra volt. Sarinen sok tekintetben úttörő volt. Újfajta motorozási stílusának csodájára jártak, mellkasát mindig a tank fölött tartotta, a kanyarokban pedig térdét használva kereste a megfelelő döntési szöget. A technikát Kenny Roberts tökéletesítette, akit bevallottan Sarinen ihletett meg. Hihetetlen, de Sarinen mindössze 3 esztendőt kapott a motorozás legnagyobb színpadán. Olyan bajnokokat győzött le meccsben, hogy alig hanem ő is a legnagyobbak közé ért volna egy biztonságosabb világban. Helye a legendák csarnokában több mint megérdemelt. Ennyi lett volna mára. Tetszett ez a videó, akkor nyom mindenképpen rá egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg. Nézz körül további tartalmakért itt vagy az eSport csatornán. Kövess minket Facebookon, Instagramon, és ha nagyon tetszik a tartalmunk, akkor támogathatsz minket Patreonon is, itt láthatóak a támogatóink, akinek nagyon szépen köszönjük a bizalmat, igyekszünk meghálálni. Én Peti voltam mára. Sziasztok!